Sziasztok fiúk, ez itt az Escapist, ja, és persze lányok is, és folytatódik az Epic Fail sorozat szökési kísérletek terén. Hát szerintem itt új stratégia kell, mert az nem működik, hogy kivágom magam innen a kerítésen keresztül, mert egyszerűen annyira lehetetlen ez az egész struktúra, úgyhogy arra jutottam, hogy elkezdem az őröket szép sorban levadászni és elszedni a kulcsaikat, úgyhogy remélhetőleg sikerülni fog. Jackson és Gavin. És eközben szeretnék itt egy ilyen kis... hát nem tudom, lukat eszkábálni magamnak. Mert szerintem egyetlen hely van ebben az egész térségben, ahol így el tudom rejteni a dolgaimat, ez pedig itt a föld alatt a cella. Ezt fogom most szépen tenni. Ide szépen lerakjuk az asztalomat, és elkezdődhet... ja, de itt elkezdem az ásást. Jól van, egy kis luk. Így a fát hamarabb kiásom, úgy tűnik. Hoppá. Jó, csak ne jöjjön erre senki. Ó, ahogy nézem, sorokozónál már bunyó van. Jó, jó, meg lesz az a luk. Meg lesz. Jó, az ásóra figyelnem kell, mert nem lenne jó, hogyha elhasználnám. Jó, na még egyet. Na, most a tuti. Jó, ezt ide be. Oké, mehetünk. Na. Nem akarok késni a reggeliről, mert akkor szerintem le fognak engem nyakazni. Jó, gyors kaja. Jó, ennyit a kajáról, mindegy, dologra föl. Most megpróbálom követni a napi rutint. Na, tehát akkor kell megint egy ilyen kis szív, ahol tárolhatom a kütyűimet. És akkor a következő egy-két napot valószínűleg azzal fogom tölteni, hogy picikét így gyűjtögetek holmikat, amiket így a szökésnél felhasználtak. Ugye putyra szükségem lesz, hogy az őrök kulcsait elszedhessem. Valami normálisabb fegyverre, ki is kéne gyúrnom magamat. Úgyhogy itt most jó sok munka áll előttem. Jó, ezt lehúzzuk a végtőjükben. Plusz akkor már, ha itt vagyok, átkutatom így a... jó, ezt elszedjük. Hoppá! Kiszúrtak. Jó van, na! Itt sem vagyok. Jézusom, állatkert. Csak elvesztettem a gerebjémet, és azt kerestem. Jézusom. Hogy bánnak itt az emberekkel. Micsoda gerebje animációk itt, kérem szépen. Na, még 2 gazt kellene találnom. Oh, szerintem meg lesz. Egy gaz... és csak 1 gaz volt. Nem hiszem el. Na, nézzük akkor merre tovább. Gyom, hol vagy? Ingyom-bingyom, tálibe. Na jó, ezzel megvolnánk. És az asztalkámban, ugye itt van egy ilyen drótvágó, a kisásó. Igen, ezzel lejjebb tudnék menni. Putty. Nem, ez nem jó. Akkor mi kell ehhez? Toothpaste. Ja nem, ez a fali akármihez kell. A putty, ahhoz pedig az a talcum powder kell, ha jól emlékszem. Jó, hát akkor azt szereznünk kell. Benjamin. Elkaplak én téged. Hoppá. Rosszul lett, uram, nem én voltam. Ó, egy fa, ezt elkérem, kölcsön. Aj, ezt látta az őr. Fene. Közben átnézzük a többieknek a celláját. Nézd már, egy medál. Viszont a ragasztócsíkot elkérem. Elem, egy spatula. Talcum powder kellene nekem. Mi volt az? Erről van szó. Szögek. Ez az! Putty! Jó. Puttyot és a ragasztót betesszük ide szépen a helyiségbe. Én akkor pedig elmegyek a könyvtárba művelődni. Egy kis testedzést követően. És szükségem lenne még egy fémlapra. Mi a fene van ott? Bunyó van, biztos úr! Figyeljenek már oda! Jó van, na, leraktam. Úristen. Állat. Na jó, fussunk tovább egy kicsit. És még engem szúrnak le, miután itt két ember agyonverte egymást a szoba sarkában. Őrültek háza ez. Na, gyere Gavin. Mit van? Punk, talcum powder. Hát, nézzük csak. Tehát, putty, kulcs, meg valami fegyver. Ha még egy fát találnék, akkor lehet tudnék ninjakut is készíteni. Meg még egy fémlap. Arra is szükségem lenne. Jó. Egy kicsit művelődöm, így a délután folyamán. Megverjük Leroyt. Leroy vissza se támad, de kedves. Leroy ilyen ártatlan áldozat. Ő csak rosszul lett ott a könyvtárban. Jó, még egy fa kell, meg rohadt sok intellekt. Nem is tudom, hogy mennyi kell a ninjakó, az ilyen 80 körül talán. Így ki kell műveljem magam. Jó, hát az egész délutáni szabad foglalkozás most erre szentelem, kiművelődöm. A ninjaku készítés ősi mesterségét fogom olvasni a könyvtárban. Aztán reméljük, hogy sikerül még egy fára szert tennem. Az viszont fontos, hogy csak sötétedés után hagyhatok helyben őröket. Arról nem is beszélve, hogy nálam kell legyen a kulcs, vagy a putty, hogy egy lenyomatot vehessek, utána kiönthessem. A kiöntéshez meg ugye műanyagra és egy öngyújtóra lesz szükségem, úgyhogy itt nagyon sok minden kell ám ehhez. Azt hinné az ember, hogy ez az easy börtön, tehát mi lesz itt, hogyha bekerül egy ilyen hard mód? Jézusom, én belegondolni sem merek. De lehet, hogy itt nincs. Na, még egy könyvet. Hogy állunk? 71. Jó, most már nagyon fáradt lettem. Ó, bunyó, bunyó, bunyó! Verd meg, verd meg! Úristen. Samuel nálad, semmi. Fogkefe, zokni. Igen. Nála pedig szögek. Vasszegek. No, kajáljunk egyet gyorsan. Itt K.O.-ra verik egymást a kedves raptársak. Aztán lehet, hogy lázadást kéne szint adnom. Lehet, azzal többre mennénk. Fogjuk az őröket, PP verjük, megkötözzük, aztán csók. Na, ki mit árul itt nekem? Senki semmit. Itt mondjuk ez elég. Hoppá, 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 gyerekek! Hát normálisak vagytok ti? Na, viszont Jesse új cuccokra tetszett. Ó, ho, ho. Mind a kettő jöhet. Akkor azt hiszem, hogy meg fogom tudni csinálni a projektet. Ja, de most még kertészkednem kell. Ó, hogy az a... Nem baj, a kertészkedés jó, a kertészkedést szeretjük. A kertészkedés eddig nagyon sokat segített nekem, jó sok zöld hasút termelt. Feltétlenül találnék egy gyomot. Na, kerebje fel. Jó, egy. Egy gyomot kell ugye összeszedni ilyenkor. Én, a börtönkertész, megpróbálok megpattanni innen. Kettő. Na talán itt. Ez az, 3. Jó. 4. Megy ez. És hol az 5. gyomb? Á, meg is van. Jó. Meg is van. Pénz állt a házhoz. Akkor most jöhet a hadművelet. Csak észre ne vegyenek. De mondjuk egy ásóra szükségem lehet. Jó, ezt is hozzuk. Csirke az most nem érdekel. Ásó benn van, ragasztószalag és fém. Jó. Először is megnézzük, hogy a 2 fából, a lámpa se kell, meg ebből a kis drótból össze tudjuk-e már rakni a ninjakut. Egyetlen egy intellekt pont, Jézusom! Hű, majdnem lebuktam. Na jó, menjünk csak. Egy könyvet kell még elolvasnom a japán harcművészetekről, és akkor meg lesz a ninjaku. Na jó, a biztonság kedvéért 2-t olvasok. Jó. Fa. Kábel. Fa. Moha. Ez az. Jó. Ezt szerintem odaadjuk valakinek, felfegyverezzem mondjuk a szobatársamat. Samuel nem. Őt nem. Jó. És akkor itt kezdjük meg az ásást. 20, na még egyet. Jó. Kell ez, meg ez. Nagyszerű. Ez már csak 5-5 sérül. Mi a... Ez most csak szivat engem, ugye? Kősziklába botlottam rögvest az elején. Na, ássál! Mi a... Ez most tényleg szivat engem? Kőszikla mindenit. 45. Na végre valahára. Ide megpróbálom lehozni majd a legfontosabb cuccokat. Na jó, föl. Várjunk csak, ezt itt hagyjuk. És kivesszük ezt is, mert ez is rohadtul fontos. Ujjaj. Kinek a szobáját kutatják át? Remélem nem az enyémet. Gavin. Téged is PP vertek. Tudlak sajnálni. Na jó. Azt mondja, hogy Jackson, te mit árulsz? Csavarhúzó, pornómagazin. Jó, remélem nem a mi szobánkat nézik át. Harry, ne aludjál ilyenkor. Hoppá! Harry, ninjaku van nálam és használni ismerem. Látod, így kell neked. Ó, de volt egy receptje. Ó, és itt van a jó fajta. Csákány, ezzel fogunk tudni nyomulni. Semmi érdekes, jó. Lehúzunk pár mocskot így a budiba, ami nem öntött ki, hál' Istennek. Jó, az én budimba is lehúzzuk a maradékot. Jó, Harry lefeküdt aludni. Pedig megyek tovább ásni. Hogy állunk ásóval? 25%. 1. 2. 3. 4. Jó, és többet már ezt sem használhatom. Remek. Mondhatom, remek. Jó. Jó, még 19 másodpercig nem húzhatom le a budit. Na jó. Ami még fontos. Ragasztó. Igen. Kell még itt ásni. Jó, a puttyot azt ide tesszük. Jó, hát ezt itt jól oda leraktam. De jó, még jó, hogy azt a kis fésűt. Ó, de ezt is magamhoz tudom venni. Akkor viszont ide is lerakunk valamit. Egy ragasztót azt ide szépen behelyezek. Remek. Jó, mi van itt még? 2 darab fólia. És egy ragasztó. Jó, és ahogy még tovább tudjam bővíteni lent, ahhoz még szükségem lesz majd némi fára is. Na jó, most viszont elmentem már a játékot kivételesen. Na, kipihenten kelek, és az új reggel odaadom Harrynek a... Mi az? Maybe. Maybe, de adni szeretnék neked valamit, te szerencsétlen. Na. Yeah, thanks, köszi! Na jó. Ninja! Cella kulcs. Segítsetek haverok, segítsetek haverok. Jó, hát ezt csak kipróbáltam, hogy kinél milyen kulcs van. Itt van itt egy arany kulcs, én meg fel kell, hogy gyógyuljak. Segíts, segíts. Segíts, úristen, most a ketten üldöznek. Segíts, segíts. Lázadjunk föl. Az elnyomás ellen. Csak 3 őr, mi meg 10 vagyunk, vagy hányan. Ó, segítsen már valaki. Jézusom. Jó, le kell őket rázzam. Jó, leráztam őket. Hú! Gyorsan eszek. Remélem, hogy nem fog szétverni. Officer Mika. Officer Edgar. Jó, Rich az, aki nem bírja a fejemet most, mert kicsit megvertem. Jó, de úgy tűnik, hogy hamar túllendült rajta. Hoppá! Fontos bunyó. Bunyós pityu. Ó, kit vertek meg? Szegény Henryt verték meg. Fogkefe. Ásó. Ezzel nem tudok valamit kezdeni? Na, aha, lehet. Na jó, akkor ezzel folytatom itt az ásatásokat a szobában. Ja, de most kertészkednem kéne. Oké. Vettem én a célzást. Dum-dum-dum-dum, nappal ugye nem verekedhetek nagyon az őrökkel, csak naplemente után, mert különben itt az őrtoronyból rommá lövik a fejemet. Amúgy is elég kopasz, úgyhogy megcsillarrant a napfény, és még távolról is jól látható célpont az őrök számára. Jó, sehogy állva gaz. Jó, itt volt egy. Ott még egy, remek, na, kinőttek ezek. Ó, és egyből ott respawnolt egy. Egyet kiszedek, 2 nő helyette. Nem baj, még gyorsabban tudok haladni. Na nézzük. Ássunk. 20%, ez meg 5-esével. 40. 60. Jó, akkor 5. Egy ilyen kis ásóval elég szépen tudok haladni ezek szerint. Jó, ezt is magamhoz veszük, ezt is. A földet azt itt lehúzom. 2 marék szar van itt a budiba. Jó, erre nem haladhatok. Ó, erre még haladhatok, remek. Jó, és még egyet. Jó, nagyszerű. Ezt ide le. És mi van itt még? 1 darab fólia. Na csak ezt kell biztonságba helyeznem. Csak benne jöjjön itt az őr. Jó, mehetünk gyúrni. Na jó, akkor a harmadik rakás barnát is lehúzzuk. És nem öntött ki a WC. Ez jó hír. Akkor menjünk gyúrni. 1, 2. 1, 2. Mire lenne szükség? Most fára lenne még szükségem, hogy kicsit tovább tudjam támasztani ott a barlangomat, és akkor az lesz ott az állandó raktár. El is fáradtam teljesen. Hódkész vagyok már. Hoppá, öngyújtó. Na, öngyújtó, igen, arra is szükség lesz. Bunyó a zuhanyzóban, ez az. Jó, nála is aranykulcs van. Na, megpróbálok most gyorsan elmenni a cuccomért. Ott hagytam a lenn a puttyot. Aj! Jó, aranykulcs, ez sokat nem segít. Remélem még K.O. lesz az őr, mire visszaérek. Ha nem, akkor az bukó. Nem! Ez is magához tért. Pajszer, fa. Fa. Az jöhet. Gyere utánam az zuhanyzóba, B-be. Semmi rosszat nem akarok tenni veled. Azt hiszem. Na, bejössz? Officer Edgar, ez az Edgar helyben. Hí, bejárati kulcs. Jó. Nagyon jó, és Edgarnak visszaadjuk szépen a kulcsot. Én meg már itt sem vagyok. Lila. Hű, micsoda. Entrance key. Ez hova való vajon? Mindegy, ezt itt most letesszük. Most itt nagyon kincset érő dolog. Lila, lila, lila. Hol a lila? Jackson, te mit áll? Ja, tőled vásároltam. Ja, a lila az a... azok a bejáratok, amiket éjszaka zárnak le. Az végül is nem is olyan nagy cucc. Fenébe. Akkor viszont talcum powder kell. Edgar. Edgar kicsit megorrolt rám, úgy érzem. Majd túlteszi magát rajta, reméljük. Jó, de csak az zuhanyzóban. Vagy itt a tesiteremben. Gyertek, segítsetek! Ajaj, Mika. Utility key. Na, ez narancssárga, de ez sem tűnik olyan nagyon hasznosíthatónak. Na, kajaidő. Ajaj. Most viszont jó pár napig itt meg kell húzzam magam, mert engem meg fognak itt répelni az őrök. Na, követjük itt a napi rutint. Hoppá! Jó, azért itt a többiek is eleget verekednek ahhoz, hogy ne legyek gyanús. Na, Edgar, ott van. Edgar és Rich. Richie Rich. Jó, Edgar úgy tűnik, hogy túltette már magát a dolgon, legalábbis remélem. Jackson. Jó, nálam nincsen semmi érdekes. Dögcélula van Harrynél. Leroy, na nálad mi van? Egy recept, nem, nekem talcum powder kéne. Fénygyújtó. Na, mehetek kertészkedni. Remek. Jó. Egy gyom. Kigyomlálva. Még fa kellene. Hát vagy legrosszabb esetben akkor a cellatársamnak is a motyója alá egy újabb lukat ások. Sincs semmi. David. Na, Davidnél még nem néztük meg milyen kulcs van. Na majd gyertek csak az zuhanyzóba. Mika, ajjaj. Mika nem szereti a fejemet a múltkori után. Na, még egyet valahol. Jó, meg is lesz. Na, ott jön Mika, jobb őt elkerülni. Na jó, kicsit gyúrjunk még. Na még mondjuk 10 fekvő támaszt legyomok. Na, ezzel megvónánk. Kis zuhany. És akkor keressünk, ki jön itt. Dávid! Gyere csak! A piros kulcs Dávidnál van! Ja, nagyon jó, ezt jó tudni. Akkor viszont puttyot kell keresnem. Ó, ezt elkérem viszont. Ez még jól jöhet. Egy ragasztószalag. Ha! Milyen jó kis cuccok gyűlnek itt. Kérem szépen. Kitüntetés, senkit nem érdekel. Jó, mehetünk zuhanyozni. Szögek. Ragasztó. Jó, ezt visszacseréljük. Talcum powder kell. Jó. Oj, nagyon sok cuccot halmozok én itt föl. Túl sokat. Kifilezz ez a cella, ha így folytatom. Csak nehogy nálam legyen cellakutatás, mert akkor beszívtam. Na, ki van itt? Mika, Edgar, Rich. Spatula. Ezt még magamhoz veszem. Hoppá! Itt sem voltam. Jó. Elvesztette a nyomomat. Na jó van már, nyugalom. Na, és most a nagy kérdés. Vajon kinek a szobáját kutatják át? Most elég jól haladtam a kis széfemmel a föld alatt, úgyhogy nem lenne jó, hogyha a mi szobánkat néznék át. Jó, Benjamin és Gavin. Nagyszerű. Plusz akkor még ki kéne öntenem a kulcsot, ami kis műanyagot igényel majd. Jó, szerintem megyek is ide-vissza. Megnézzük Harrynek az asztalát. Jó. Indító fog kelleni. Hát nálam meg a szokásos hadi felszerelés csomag. Jó, van spatulám. Avval talán tudok ásni. Na jó, mindenki bemegy a cellájába. Még megnézzük, hogy az éjszaka... Jó, bezárták a cellát. Rakd ide le, ez az. Nézzük. Spatulával nem lehet ásni. Hát, az szomorú. Na nézzük csak, hova tudnék én itt menni. Esetleg itt. Spatulával mit lehet kezdeni? Ez csak fegyvernek jó kb. Na jó, 5-5, és akkor le tudok hozni még egy cuccot. Ó, erről van szó. Ott is tudok ásni. Jó, ezt itt meg ki kell törni. Aj, ez a két szikla itt nagyon nem jó helyen van. Na jó, ezt itt lehúzzuk. És a poén kedvéért megnézzük, ugye... De nem, ezt se lehet ide berakni. Akkor mire jó a spatula? Na jól van, viszont akkor én itt köszönném meg a figyelmeteket, innen fogom folytatni, addig is minden jót kívánok, sziasztok! Ágyikó.